köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és ugye tegeződhetünk, tehát sziasztok, mert dolgoztatni foglak titeket is, hogy sokkal könnyebb tegező módba. Tehát köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hát ugye azért ebéd előtt lenni utolsó előadónak nem egy könnyű feladat, ennél rosszabb már csak ebéd után lenni, úgyhogy ez most itt oké, akkor nekem. És rögtön egy vallomással szeretném kezdeni. Egész pályámon munkám során mindig azzal küzdtem, hogy megértsék mások annak a fontosságát, hogy lássák benne az értéket. Így kezdődött, amikor tolmács voltam a 80-as években, de hát akkor szerencsém volt, mert kifogtam az aranyhalat, pontosabban kikaptam az aranyhalat, mert Freddie Mercury-nak élhettem a tolmács, aki megtanította neki a tavaszi vizet áraszt, és azóta is hívnak ezzel a témával, épp jövő héten megyek a Mokkába ezzel. Viszont azóta aztán voltam kommunikációs tanácsadó, most meg coach, és mindig bemegyek egy vezetőhöz, azt kell bizonygatnom, hogy miért éri meg neki erre pénzt költeni. Mi az a megfogható dolog, amit ebből kapni fog, amiért megéri erre költeni? Hát én megtaláltam a motivációs térképet, mert ez egy olyan konkrét adatokat, információkat ad pont a motivációról, amit szeretnek a vezetők, meg mindenki. Mindenki szereti tudni, hogy őt mi motiválja, mi foglalkoztatja. És ebben a szellemben kérdeznélek titeket, hogy titeket mi motivált arra, hogy itt legyetek, hogy eljöjjetek ide ma. Kérem, hogy a mellettetek ülővel beszéljetek ezt meg egy perc erejéig, hogy miért fontos itt lenni, mi itt a motiváció. Hogy kicsikét tudatosítjuk. Tudjátok, hogy Andi mondta, coach vagyok, tehát fontos mindenre ránézni, hogy mit miért csinálunk, mi van mögött, ami titeket motivál. Hajrá! Ha ezt sikerült átgondolni és röviden megbeszélni, akkor mennék tovább. Köszönöm szépen, hogy elindult egy beszélgetés. Ez is a célja ugye a rendezvénynek, hogy ismerkedjünk. Remélem ez is hozzájárult ahhoz. Oké, tehát a motiváció témánk, és az első dolog az, hogy az elköteleződés és a motiváció kapcsolata. Tegnap volt pont itt egy külföldi előadó, a Coaching Határok Nélkül keretében, aki a motiváció és az elköteleződés kapcsolatáról beszélt. És most arra kérnélek titeket, hogy tegyétek fel a kezeteket, akik már csináltak elköteleződés felmérést a szervezetben. Kezeket, kik csinált? Oké, köszönöm a jelzést. Motivációs felmérést kik csinálta? Egy ember. Úgy nagy tér van akkor még ennek a feladatnak. Itt az a kérdés, hogy mikor ezeket megcsináljuk, mit kezdünk velük? Mit adnak nekünk? Én azért hiszek a motivációban, mert ez egy ilyen kétirányú utca. Tehát a felelősség nem csak a vállalaton van, a vezető van, hogy valamit tegyen, hogy ez segítse, hanem magunknak, nekünk, az egyénnek is kell tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük, megtaláljuk azt, hogy minket mi motivál. Ugye erről szólt az előző gyakorlat is, hogy miért vagy itt? Neked miért fontos itt lenni? Tehát ez a tudatosság építése, hogy tudjuk, hogy mi az, ami számunkra fontos. És azt is mondhatjuk, hogy az elköteleződés 70%-át a motiváció adja. Még azt is mondjuk, ami már elhangzott ma reggel, Klein professzor úrtól, hogy a tudás képességhez beszorozzuk a motivációval, akkor jön ki a csövön a teljesítmény, amit szeretnénk. És melyik szervezet az, melyik üzleti egység az, amelyik nem szeretne jobb teljesítményt? Motivációk tiszteletben tartása csökkenti a betegséget. Ha valakit amentén foglalkoztatunk, ami neki fontos, ha jól érzi magát, ugye ott a flow élmény, erről is szó volt már ma reggel, akkor az megint segít abban, hogy ő boldog legyen a munkahelyén. Számít a kontextus, hogy miben értjük, hol értjük ezt a motivációt. Tehát a motiváltságot lehet többször mérni, mert változik, ugye? Akár 3 havonta, 6 havonta változik. És itt van az, hogy a motiváció és az erősség nem ugyanaz. A motiváció az a természetes energia, amitől kipattanunk az ágyból, és alig várjuk, hogy tegyük azt, ami kedvünkre van. Míg az erősség az egy tanult dolog, abban sokat gyakoroljuk, jók lehetünk, de nem biztos, hogy az a természetes energiánk. És itt arra kell figyelni, hogy ha valamit nagyon nagy erőfeszítéssel teszünk, akkor stressz vagy akár kiégés is bejöhet a képbe. Tehát változnak a motivátorok idő elteltével, mert itt ugye megint a kor, ahogy szintén reggel már szó volt róla, máskorban lehet, hogy más motivál minket. Nem lehet, hanem leginkább az a biztos. És ez a teszt, a motivációs térkép teszt, amiről beszélni fogok, ez konkrétan mérhetővé teszi a motivációt. 9 motivátorral dolgozik, azt kimutatja, és azt meg is mérjük egy teszt útján. 3 csoportba sorolhatjuk ezeket, és akkor majd
három csoportról is beszélek, különböző színek képviselik ezt, nem ugyanazok, mint a disznek a színei, de három csoport szerint beosztva a motivátorokat, megint fontos információkat kapunk magunkról és működésünkről. És megint a gömbök, annyi előadásban voltak ezek a gömbök ma, de nagyon szerencsések, mert a lényeg az, hogy ezek hol érnek össze, ezek a gömbök. És amikor kitöltünk egy ilyen motivációs térképet, egy tesztet a motivációnkról, akkor mi az, ami motivál minket, vagy pontosabban mi az, ami meghatározza, hogy hogyan töltjük ki az adott pillanatban. Hát az egyik a személyiségünk, ami állandó, ahhoz képest, hogy a motivációnk gyakran, sokkal gyakrabban változik. Az önképünk, hogy mit gondolunk magunkról. Épp előtt a főnökünk lecseszelt, és az önbizalmunk a békafeneke alatt van, vagy pedig tele vagyunk önbizalommal, mert megdicsértek minket, jól végeztünk el egy feladatot. Az is befolyásolja a motivációnkat, hogy a jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseink vannak, mit látunk, van-e ott jövőnk, ahol dolgozunk. És akkor itt vannak ezek a három szín, amiről szó van, a zöld, az a kapcsolati klaszter, a piros az eredmény, és a kék pedig a fejlődés klaszter. És mindegyik alatt van három-három motivátor. De nézzünk csak rá a klaszterekre. A zöld, a kapcsolati klaszter, az az emberi kapcsolatokról szól. Az arról szól, hogy hogyan szoktuk mi itt a dolgokat csinálni. Annak van egy kicsit a múltban néző perspektívája, hiszen emberi kapcsolatokat kialakítani az idő. Arra kell, hogy rászálljunk hosszabb időt, hogy kialakuljanak azok a kapcsolatok, amikre figyelemmel vagyunk, amikor döntést hozunk. A zöld klaszterba tartozók sokkal lassabban hoznak döntést, hiszen annyi mindenre kell odafigyelniük. Nem szeretik a változást, tehát változás ellenesek, és nem szeretik a kockázatot sem. Lassabb ugye a döntéshozatal, mondtam, viszont együttműködőbbek, történetek útján élnek, és az emberi kapcsolatok a fontosak számukra. A piros klaszterba tartozóknál a teljesítmény számít. Az itt és mostban mi az, amit megcsinálok, megteszek, a döntéseket megfelelő időben hozom, és a változást annyira szeretem, amennyire a változás szeret engem, amennyire számomra az hasznos az a adott változás, ami várható, vagy ami történik. Kalkulált kockázat, versengő típus és a dolgok a fontosak. A kék klaszter az a jövőről szól. Ott az a fontos, hogy hogyan lesznek a dolgok 5 év múlva. Például a kockázatvállalást az megvan, hiszen imádjuk a változást. Akik a kék klaszterba tartoznak, szeretik a változást, gyorsan hoznak döntést, és ha kell, a döntést holnap megváltoztatjuk, módosítjuk, újra gondoljuk, kísérletező típusok vagyunk, ösztöneinkre hallgatunk. Ez jellemző a kékre. És akkor, hogy itt vannak alattam, visszamegyünk, hogy mik azok a motivátorok, amik egy-egy klaszter alá esnek. A zöld klaszter alatt a barát, a megőrző és a sztár, a piroshoz tartozik az építkező, irányító, szakértő, és a kékhez pedig a szabad szellem, az alkotó és a felfedező. És akkor most ezekre nézzünk rá részletesen, hogy mi van ezek mögött. Hogy az első a megőrző, számára a biztonsága fontos, a stabilitás, a kiszámíthatóság, a struktúra, ahogy a dolgok vannak. Tudjátok, ő az az emberkének az asztalán, ott minden szépen rendben van, mindig a megszokott helyre ül le, ott van a fénykép, a bögre, tehát szereti azt, amit megszokott, és abban szeret működni és dolgozni. A következő a barát. Ő reggel azért kell fel, hogy a társaságért, hogy menjen, találkozzon a barátokkal a munkahelyen, együtt kávézzunk, együtt ebédelünk, hú de jó lesz. Ő a legjobb arra, hogy szervezze a bulikat, a társaság összejöveteket. Még visszamenve a megőrzőre, arra a motivátorra, ővele úgy lehet bándi, ha mondhatom így, hogy amikor változás van, akkor gyakran kommunikálunk vele, hogy biztonságba érezze magát, hogy tudja azt, hogy mi fog következni, tehát számára kiszámítható legyen. A barát számára mi a fontos, hogy a társasághoz tartozzon, hogy érezze, hogy a közösségnek a része, ha őt külön ültetjük, vagy külön szobát adunk neki, akkor elmenekül, ott hagy minket. A sztár, ő számára fontos az elismerés, hogy szerepelhessen, hogy megmutathassa magát, hogy nagyobb nyilvános elismerést és ismertséget szerezzen. És akkor mehetünk tovább, mert jönnek itt a sztár, elismertség, tisztelet, státusz, és a piros, most én a piros klaszterhez tartozó motivátorok. Az irányító, számára hatáskör a fontos, a befolyás, hogy erőforrások felett ő rendelkezzen. Tehát meglegyen neki ez a kicsike kis szemétdomja, mondhatom így, ahol ő az úr. Tehát bármilyen feladat őt boldoggá teszi, hiszen ő rendelkezik felette, övé a felelősség is abban a témában. Az építkező.
Ez az egyetlen olyan motivátor, amelyik a pénzről szól. Neki az a fontos, hogy átlag feletti életszínvonala legyen, pontosan tudja, hogy mikor kapja a bónuszt, mikor lesz a fizetésemelés, tehát számára kiszámítható anyagi jövedelem a fontos. A szakértőnek pedig a tudás, a specializálódás. Ő belőle nagyon jó mentor tud lenni, mert szeret eljárni konferenciákra tanulni másoktól, és utána ezt a tudását szereti továbbadni. Most jön a kék klaszter, ez ugye a jövő motivátorai. Az alkotó, ő innoválni szeret. Szereti azt, hogyha valami új megoldást tud valamirehez találni. Kreativitást szereti, a változatos napjai vannak, változatos élete. Majd a szabad szellem, neki az autonómia fontos. Hogy ő maga szabja az idejét, legyen neki home office-a, tehát pontosan azt csinálhassa. Ő mondjuk az ellentéte a barátnak. Ő szeret, hogy magában el van, eldönti, hogy mi legyen. Nem kell neki feltétlenül, nincs arra igénye mindig, hogy társaságban legyen. És a felfedező, ez pedig az a motivátor, amelyik arról szól, hogy hogyan tudok értéket teremteni, hogyan tudok valamihez hozzájárulni, hol van az én szerepem abban a nagyobb jóban, amit akár a cég, vagy akár egy egység kitermel, mi az én feladatom abban, how to make a difference, hogy szépen mondjuk angolul, tehát hogyan tudok én valami plusz pozitív változást eredményezni egy adott feladatban. Tehát ezzel a 9 motivátorral dolgozunk, ezeket mérjük meg. És itt a motivátorok között, hogy már az előbb utaltam rá, vannak is ellentétek, mert van, hogy bennünk megvan, hogy egyfelől építkezők vagyunk, fontos az anyagi bevétel, de másfelől viszont vannak ideák, amikben szeretünk hinni. Tehát felfedezőként is tudunk működni. Egyik nap ez az énünk az erősebb, a másik nap az az énünk az erősebb. Tudatosak legyünk azáltal, hogy mik, amik bennünk működnek, amik húznak minket különböző irányba. És ha ezeket jó végigvettük, akkor most kártyázzunk. Most kérném azt tőletek, mindjárt jönnek a kártyák, Kriszti kolléganőmmel osztjuk őket szét, hogy mindenki keresse meg a 2 legfontosabb motivátor számára, és melyik az a motivátor, amelyik legkevésbé fontos. Ugye, ami meghatározza a motivációnkat, az első 3 motivátornak a kielégítettsége. Az egészet csak adod az asztalra, Kriszti, és mindenki kiosztja meg, különben sosem leszünk kész. Jó, hogy itt vannak még kártyák. Igen, hogy ezeket még csak rakjátok ki az asztalra úgy, és úgy mehetünk tovább. Tehát a motivációnk szintjét az határozza meg, hogy az első motivátorok, tehát az top 3, top 2, mennyire vannak kielégítve, mennyire találjuk meg őket. Itt van, szedjétek szét őket, tessék szétszedni, és gyerünk, van erre egy kis idők is. Tudatosítása annak, hogy számotokra mi az, ami fontos. Elég, ha első 2-t megtaláljátok, majd a kártyákat visszakérjük, és mi az, ami legkevésbé fontos számotokra. Erre szánunk egy kis időt. Na, ez is egy jó játék. Cégeknél, workshopokon ezt csináljuk, hogy egymásét tesszük ki. Amikor már jól ismerjük egymást, de első lépésként magunkat ismerjük meg, jó? Ez a kihívás, hogy mi milyenek vagyunk, utána játszunk azzal, hogy mások milyenek. A hátulján még bővebben le van írva, hogy mi jellemző arra a motivátorra. Kis önismereti utazás, hogy téged mi motivál. Tehát keresétek meg a top 2, tehát az első 2 motivátort, hogy melyik számotokra fontos. Az első 2, és ami legkevésbé pont fontos, ami elszívja az energiádat. Vagy bosszant, hogyha másokban azt látod. És megmutatnánk, hogy így néz ki például egy motivációs térkép elemzésnek ez az ábra része. És így oszlopokban látjuk a különböző motivátorokat sorrendbe téve. A teszt sorrendbe teszi őket, megmutatja az intenzitásukat. Szoktunk szórakozni azon, hogy ez most fekete pályas jelésbe, vagy piros pálya, vagy kék pálya. Minél meredekebb, tehát minél mondhatjuk azt, hogy egy fekete pálya, azt jelenti, hogy annál fókuszáltabb a motivációja az adott személynek. Fókuszált az azt jelenti, hogy könnyű kielégíteni, mert tudjuk, hogy mi az, ami fontos számára, és ha azt az egy dolgot megadjuk, vagy azt az egy-kettőt, ami ott legelő van, akkor egy boldog ember lesz, és ott marad a vállalatnál. És mutatja azt is, és nagyon jól lehet látni, hogy a meredekséget, hogy 30 fölött lévők azok mind ilyen felső tüskék, meg lefelé, ami 10 alatt van, az egy másik tüske. Tehát mutatja, hogy ennek a vezetőnek nagyon erős az irányítója, tehát igazi jó helyen van vezetőként. Viszont a barát, tehát az emberekről való gondoskodás, emberekről való figyelés, azt lehet, hogy valahogy pótolni kellene egy jó kis vezetőképzéssel, mert az a motivátora pedig alacsony.
Elő van ugye a piros, az a teljesítménykluszter, az itt és mostba teljesíteni, majd utána jön a kettő kék klaszterből a motivátorok, az meg azt mutatja, hogy a jövő, a változás, tehát arra hangolódik, ami előtte van. Vezetőként ugye ez is egy jó szempont, hogy előre nézni. Még egy dolog, hogy nincs ebben jó és rossz. Mindenki más, és olyan színes képek jönnek ki. Tehát nagyon izgalmas ezekről egy jó kis coaching beszélgetést folytatni, amiket itt kimutat a térkép. Különben van egyéni térkép, van csapattérkép, és ez egy csapattérkép, és van szervezeti térkép. Csapattérképnél azt képzeljétek el, hogy itt vannak a nevek, így egymás mellett, és akkor így végig lehet látni, hogy az emberkéknek mi a fontos, kijönnek összeadódva, kijönnek, hogy csapat szinten, mik a fő motivátorok, és ezek az oszlopok itt azt mutatják mindegyik egyénnél, hogy ezek a motivátorok, a top 3 mennyire van kielégítve. És amikor valami nincs kielégítve, ugye az lehúzza a motivációnkat, akkor van az, hogy a személy nincs a helyén, és akár el is mehet a cégtől, hiszen nem kapja meg azt, ami számára fontos. Az a motivátora nincsen kezelve. És utalva Andrásnak az előbbi példájára, hogy kapják a 2000 dollárt, és akkor nem is kell jönni dolgozni, ez nagyon jó módja kiszűrni azokat, hogy akiknél a builder, az építkező motivátor van az első helyen, tehát úgymond náluk a pénz a fontos, amikor állást keresnek, ide olyanok ne jöjjenek. Ide olyanok jöjjenek, akik az értékrend mentén, tehát amit a szervezeti kultúra terem, a mentén szeretnek dolgozni, mert ezt a cég adja nekik, és nekünk ilyen emberek kellenek. Hogy az értékrendük essen egybe a cég értékrendjével, és építsenek egy olyan kultúrát, ahol jó dolgozni. És ebben a kultúrában nem a pénz a meghatározó. Tehát én ezt így fordítanám le, amit András mondott. Tehát látjátok, a színekből nagyon jó kis kontrasztok jönnek ki. Mert például a kék az, amelyik legkevésbé fontos motivátor, az utolsó oszlopban. De ott van egy emberke, akinél a sztár, tehát fontos, hogy szerepeljen, hogy előadjon, hogy elismerést kapjon nyilvánosan, neki az egy fontos motivátor, mert sárgában van jelölve. Másnak meg a legtöbbnek a cégnél, vagy adott szervezetben, vagy pontosabban ennél a csapatnál, az nem fontos. Tehát lehet köztük egy nem megértés, hogy miért akar mindig villogni, miért ő akar mindig szerepelni. Tehát ilyen együttműködési hibákra, vagy pontosabban ellentétekre mutat rá ez a motivációs térkép csapat esetében. És akkor kiválasztásnál hogyan lehet ezt használni? Itt például keresnek egy vezetőt, egy minőségi vezetőt, egy adott pozícióra. Mik a fontos szempontok? Az a fontos szempont, mondjuk itt ennél, persze nem ismerem a szempontját, de látva az egyéneket, vagy az utolsó kettő emberkét a kiválasztás vagy a döntés előtt, ha azt nézzük, hogy valaki, akinek konszolidálni kell a helyzetet, fontos, hogy a megőrző itt van elől. Tehát ő a stabilitást, a biztonságot, kiszámíthatósága fontos számára. Még ennél a másik vezetőnél mondjuk a megőrző az lejjebb van. Viszont az irányító meg elő van. Tehát lehet, hogy vezetőnek pont ilyen kell. Itt az irányító lejjebb van. Tehát milyen embert keresek egy pozícióra, mennyire legyen erős nála a vezetői motivátor, vagy éppen a megőrző, aki a stabilitást adja, a kék motivátorok, aki a változást hozza, vagy éppen a zöld, aki inkább az emberekre figyel oda. Tehát ementén lehet súlyozni, és elbeszélgetni, és döntést hozni. És akkor ezt pedig utolsóként mondom, mert még akkor most van kérdés, van lehetőség kérdésekre is. Ez az én motivációs sorrendem, tehát nálam a kék dominál, a jövő. Engem az érdekel, hogy például ezt a motivátorokról és a motivációról szerzett itteni információkat hogyan fogjátok használni a jövőben. Mi az, amit ebből hasznosítotok, milyen változás, milyen új gondolatokat indítanak el bennetek az itteni előadások. Nagyon fontos, hogy tudatosan nézzünk erre rá, és eszerint próbáljuk megélni a napjainkat. Számomra fontos a változatosság, az újdonság, és hát eljön egy ilyen konferenciára, mindenképp egy újdonságot hoz a heti rutinomban, de hát én ezeket szeretem. És ismerd föl te is, hogy neked mi az, ami fontos meglegyen. Hisz a motivátorok ismeretében, ahogy mondtam, tudatossága fontos. Ez egy ilyen kétirányú utca. Különbözve az elköteleződéstől, ott ugye azt várjuk, hogy az egyén azt várja, hogy a vállalat tegyen meg érte mindent. Ő majd hátradől, és a szervezet, vállalat ezt és ezt adja nekem. A motiváció úgy működik, hogy először ismerjem fel, hogy nekem mi kell, mi az, ami számomra fontos, és utána ezt aktívan, asszertív módon kérjem.
a vezetőm meg segítsen engem abban, hogy megélhessem a motivátoraimat. És akkor leszek egy boldog és elégedett ember. Tehát ez egy kétirányú utca, és az egyén felelőssége is ott van, nem csak a vállalaté, hogy ő mit tesz alá, hanem ismerjük, hogy nekem mire van szükségem, mitől leszek boldog, és mitől leszek jó teljesítő munkavállaló. Én ezzel be is fejeztem, köszönöm szépen a figyelmet, és itt van a kérdés.